tessék. A probléma gyökere az volt, hogy a családoknak nem volt lakása. Gyereket nevelni lakás nélkül valami nehéz. És a családsegítőbe jöttek az ügyfelek azzal, hogy lakás kéne. Az önkormányzatnak nem volt kiosztható lakása. Ott volt viszont a szociálpolitikai támogatás a gyerekekre. Hiába volt elérhető, vagy lett volna elérhető a szociálpolitikai támogatás önálló lakás első lakás szerzésére, de nem volt önerő, amivel elindulhattak volna. Kerestünk szponzort, egy holland alapítványtól kaptunk családonként 300 ezer forintot, amivel úgymond kijöhettünk a földből, tehát alapra és lábazatra ez elég volt. Mindenki azt mondta, hogy hát ez hülyeség, ezt nem lehet csinálni, ez úgyse fog sikerülni. És aztán én mondtam, hogy de igen, sikerülnie kell, és aztán hát nem csak sikerült. Vonzanak valahogy, mindig vonzottak a lehetetlen dolgok. Egy szent számomra. Én az Irinkét nem most ismerem, régóta mindig is jobban voltunk, meg leszünk is, én remélem. Ezt kaptam ajándékba, ezt a lehetőséget, ezt a vonzalmat a szegény emberek segítéséhez, és akkor ezt csinálom, ez a dolgom. Ez teljesen természetes. Számomra ez a munka sok-sok örömet adott, sok bosszúságot is adott, sok reményt, hogy hát, ha mégis valakinek kedve támad-e ezt folytatni. És hát ami a lényeg, ebben a programban 56 gyerek szerepelt kezdettől. Tehát 56 gyereknek lett jobb ezáltal a sorsa, hogy volt rendes lakása, ahonnan iskolába járjon, és ahová iskolából hazatérjen.